Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Adománygyűjtés a háború miatt bajba jutottak számára. Gyöngyékszerek sokasága a galériában. Téglák az ország és a világ számos pontjáról. Tükör a múltba 60 címet kapta a kiállítás. Az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére még mindig várják az adományokat Tamásiban. A piac téren található zöld almaház szolgál gyűjtőpontként a településen, ahova tartós élelmiszer mellett várják a takarót, baba ápolási kellékeket is. A településre érkezett menekülteket is ezekből az adományokból tudják segíteni. Mi a teendő, hogyha menekültet fogadnak be? Ez is kiderül a következő percekben. Tamási 5 éve van testvérvárosi kapcsolatban az Ukrajnában Kárpátalján található Tiszapéter falvával, ahol most nagy szükség van a segítségre. A településen élőknek, illetve a háború elől oda menekülőknek szállított már adományt a város, de a segítségre a továbbiakban is szükség van. Tamásihoz hasonló méretű lakosságszámú település, és itt a háború kitörése óta elsősorban az ő megsegítésükre szerveztünk gyűjtést. Ez a gyűjtés ez folyamatosan zajlik. Első körben a művelési központban volt a gyűjtőpont. Az itt összegyűjtött tartós élelmiszereket, takarókat, matracokat 2 héttel ezelőtt elszállítottuk Ukrajnába, Tiszapéter falvára. Közel 2,5 tonna mennyiség gyűlt össze, tehát komoly mennyiségben tudtuk segíteni az ott nehéz helyzetben élő magyarokat és az oda menekülő ukrán lakosságot is. A gyűjtést folytatjuk. A gyűjtőpont itt Tamásiban most jelenleg a volt zöldalmaháza piactéren, tehát aki szeretne segíteni, és mivel a háború elhúzódik, ez látszik, és sajnos nagy szükség van a segítségre, az tartós élelmiszerre segített elsősorban, de várunk takarókat, matracokat, ágynemű húzatot, tisztálkodási szereket, gyermekápolási szereket, pelenkákat, nedvestörlőt, gendőt, stb. Tehát szükség van a segítségre, aki tud segítsen, hétköznap bármikor behozhatja ide a volt zöldalmaház gyűjtőpontra. Az orosz-ukrán háború kitörése óta folyamatosan tartja a kapcsolatot a két település. Tartjuk a kapcsolatot az ottani polgármesterrel, dr. Oroszi Józseffel, ők várják a segítséget. Az első szállítmánynak a én nem vettem részt, a polgármester úr, Széles András volt kint, és ő is megerősítette, amit a híradásokban is láttunk, hogy bizony el kell a segítség. Bár ott frontvonalban nincs Tiszapéter falva, de a Ukrajna frontzónájából, vagy a háborús frontzónából Kárpátaljára menekülnek azok a családok, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, és ezeknek a településeknek, köztük ugye mi testvértelepülésünknek kell befogadni a Ukrajna más részéből érkező menekülteket, tehát ezért is fontos, hogy az ellátásban tudjunk segíteni. A 2022-es orosz invázió Ukrajna ellen február 24-én vette kezdetét, azóta sokan kényszerültek otthonaik elhagyására, közülük Tamásiban is érkeztek már. A 24 fő van jelenleg a Vályi kollégiumban elszállásolva, ők ukrajnai ukránok, március 7-e óta vannak a városban, és őket látjuk el, nekik adunk szállás lehetőséget, éppen ma délelőtt látogattam meg őket. Hála Istennek a körülményekhez képest jól vannak, és nagy részük szeretne is maradni Tamásiban, és dolgozni is szeretne. Megjelent ez jogszabályom lehetővé teszi azt, hogy hamarosan munkát is vállalhatnak a menekültek, menedékesek. Ezen kívül még a önkormányzati bérlakásunkban is található, vagy menedéket adtunk egy 6 fős ukrajnai magyar családnak, és információink szerint magánházakban is, magánszemélyek is befogadtak menekülteket. Az ő ellátásukban is segítünk, tehát amit itt a zöldalma boltban összegyűjtünk, annak a nagy részét Tiszapéter falvára fogjuk majd segítségként kiszállítani, de ebből az adományból jut természetesen a Tamásiban menekülteknek is. Tamási város önkormányzata kéri a helyi lakosokat, hogy amennyiben a családjukhoz menekültek érkeznek, úgy segítésük érdekében szíveskedjenek az önkormányzatot tájékoztatni a tényről. Erre azért van szükség, hogy tudjuk segíteni az ő ellátásukat, és tájékoztatni tudjuk őket arról, hogy mikor lesznek jogosultak például alapellátásra.
Tamásiban a piac téren található zöld almaházba várják az adományokat. A tisztálkodási szerek tekintetében fogkefe, fogkrém, ami még nemigen érkezett. Illetve kisgyermekek ellátásában a pelenka és popsitörlő mellett bébi ételre és tápszerre is szükség lenne. Gyerekként sokunk kezébe került damil, gyöngy, és próbáltunk ezekből valamit alkotni, több-kevesebb sikerrel. Az biztos, hogy a Tamási Galériában látható kiállítás darabjai a sikeres kategóriába tartoznak. Sok-sok kutató munka, rengeteg tanulás, és még több idő a gyöngyök társaságában, ami nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy megszülethessenek a kiállított darabok. Hölgyeim, a következő percek biztos rácsodálkozást szartogatják, maradjanak velünk. 25 művész alkotásaiból nyílt kiállítás a Tamási Galériában, méghozzá ékszerekből. A kiállított darabok Decsi Kis Mária, a Népművészet Mestere címmel kitüntetett népi iparművész koordinálásával került a galériába. Vállaltan egy szubjektív válogatás részemről, az én személyes ismeretségi körömből kerülnek ki az alkotók, összesen 25-en. Eredetileg 27 alkotót hívtam meg, és egy valaki közben lemondta, a másik valami oknál fogva nem tudta elküldeni az anyagát. Tehát most itt 25 alkotónak a munkái láthatók. Mindenkitől 5 darabot kértem be, és ebből alakult ki. Megpróbáltuk úgy rendezni a kiállítást, hogy az alkotók munkáit nem szétszedve, tehát egy alkotó munkái úgy egy tömbben láthatóak. Hál' Istennek elég nagy az ismeretségi köröm a gyöngyös alkotók között, részint akik a Szálkai alkotótelepen 15 éven keresztül jártak az országos gyöngyfűzőtáborba, azokból válogattam, miután a Hagyományok Háza zsűri bizottságában benne vagyok, így a zsűrizések folyamán is találkozom alkotókkal, és egyéb más gyöngyös rendezvényeken is találkozom olyan alkotókkal, akiknek a munkáit érdemesnek tartom arra, hogy bemutatkozzanak. A kiállítók nem az ékszerkészítésből élnek, mégis sokkal több ez számukra, mint hobbi. Szerintem több, mint hobbi, mert olyan kutatások előzik meg ezeket a munkákat, amik már egy hobbi szinten túlmutatnak. Annak idején Szálkán indult egy családi alkotótelep, ahol vállaltan próbáltuk bemutatni a csoportok hozott programjai mellett a környéknek a népi kismesterségeit. És ezek között ugye Sárköz közelsége miatt a gyöngy is szerepelt. És első pár alkalommal, ugyanúgy, ahogy a fazekasokhoz, a fafaragókhoz, tojásfestőkhöz hívtam szakembert, ugye a gyöngyösökhöz is. De amit egy gyerekcsoportnak egy óra alatt meg lehet tanítani, azt én is meg tudtam tanulni egy fél óra alatt. És hát ez volt az én vesztem, mert aztán, ahogy lehet is látni a gyöngyösöket, hogy el lehet veszni. Ha valaki egyszer megfertőződik, akkor nincs menekvés. Egyébként pedig érdekes dolog, hogy nálunk a családban ez nem anyáról lányára hagyományozódik, mert az én lányom előbb fűzött gyöngyöt, mint én. A kiállításon a népi iparművész lányának munkái is helyet kaptak, aki lassan 35 éve foglalkozik gyöngyfűzéssel. Amikor olyan 9-10 éves lehettem, akkor döntöttem el, hogy valamit szeretnék csinálni egy nagyobb kislány hatására. Nyilván a krokodil, meg a kisegér, meg az ilyenekkel kezdtem. És akkor édesanyám mondta, hogy ha valaki Decsen lakik, akkor Sárközit fűzzön. Úgyhogy akkor ő még nem fűzött egyáltalán. Én elkezdtem járni egy akkor még élő Olá Éva néni nevű gyöngyfűzőhöz, és ott tanultam meg az első népi mintákat. Amikor elvégeztem édesanyámnak a népi ékszer tanfolyamát, az ott készült ékszereim vannak most itt kiállítva, illetve egy sárközi nyakék, amit ezüst színben csináltam meg. A kiállítást Szalai József, a Magyar Rajztanárok Országos Szövetségének elnöke online formában nyitotta meg. Az eseményt pedig a Pántlika Néptánc Együttes tagjainak éneke és egy vers tette még emlékezetesebbé az egybegyültek számára. Bújdostam én a padokkal, sírtam a kis madarakkal.
Sokan mondják, hogy összekavarodnak a sok apró gyöngyláttán, ezzel ellentétben Góli Ramonát megnyugtatja a gyöngyfűzés, mesélte a kiállítás megnyitója után. Most kezdtem el zsűriztetni a gyöngyeimet, amik a kiállításon itt vannak, azok is zsűriztetve vannak, úgyhogy az iparművész az most először az a cél, hogy elnyerjem ezt a cím. Bíztatnak, hogy fűzzek, mert nem igazán van önbizalmam ebben. Marcsi is, de Csikis Marcsi is mindig mondja, hogy menjek, de nem érzem magamban sokszor azt az erőt, de kapom a visszajelzéseket, hogy ezt jól csinálom. Hordom népviselethez, mert táncolok is Alsónyéken, meg ajándékba is, és árulom is őket, megrendelésre is készítem tánccsoporton belül is, hogyha egy-egy új táncos van nekik. A szebbnél szebb ékszerek április 10-ig láthatóak a Tamási Galériában az intézmény nyitvatartási idejében. A legtöbb embernek van hobbija. Van, aki a sportban, van, aki a zenében találja meg önmagát, de megesik, hogy a gyűjtő szenvedély ragadja magával az embert. Ezután aztán mindent megtesz annak érdekében, hogy gyarapítsa a kollekcióját. Persze ez általában sok időt vesz igénybe, viszont ezzel gyakorta a múlt egy darabját is sikerül megőrizni. Következő gyűjtőnk akár a római kortól is kezdhetné a bemutatást, hiszen az emberiség azóta használja az építőeszközt, amelyet a világ számos pontján próbálnak megőrizni egy-egy gyűjteményben. A következő percekben pedig ki fog derülni, hogy mi is képzi a szenvedélye tárgyát, tartsanak velem! Ma már csak hűlt helye, a valamikor sok építkezési anyagot gyártó Tamási téglagyárnak, de többek között Riba Tamás is gondoskodik róla, hogy az építőanyagok egy-egy darabja megmaradjon az utókornak. Noha nem egészen így indult ez a történet. Próbáltam először is pénzt keresni belőle, és utána többi gyűjtő megszólította azzal, hogy mi lenne, hogyha nem pénzt keresett lenne belőle, hanem gyűjtés cserebere, és így átmentünk csereberével a pénz helyett. És hát gyűltek, mindig egy helység, még egy kupac, és most már 5000 darab körül van gyűjteményem. 2004 volt a gyűjtem, és akkor fokozatosan mindig többet. Barátoktól, ismerősöktől, kereskedésekbe, cserebere útján járunk találkozókra, ahol elcseréljük a fölöslegeket, úgyhogy mindenki gyűjti a találkozóig, és akkor ott szabad a vásár. Ma már sokkal szigorúbb szabályok mentén készülnek az építőanyagok, mint a téglagyártás kezdetén. Akkor bizony megesett, hogy különböző külső tényezők befolyása miatt vált a tégla, ma már egyedi darabnak mondhatóvá. Vannak olyan, amik viszonylag kicsi darabszámba készültek, egy-egy épületben van csak belőle pár darab, vagy esetleg csak egy darab készült belőle, vagy hát valamilyen jellel látták el, vagy belekarcoltak a készítői valamit, belelépett egy állat, és annak a lábnyoma benne van. És hát ez mind egyedi, abból nincs több általában. Van egy közhasznú egyesületünk, és kutatjuk a téglák eredetét, és hát próbáljuk dokumentálni, és kiadványokba foglalni. A város szélén magasodó kémény, ami a Tamási téglagyár része volt, még sokunk emlékezetében él, de szerencsére más formában is megmaradt a jövő nemzedékének. Vannak adatok, ezt feldolgozta a Hegedűs Gyula bácsi, és őnek így van egy írása erről. Abba azt kiegészítve képekkel belekerült az egyik kiadványunkba, úgyhogy az megtalálható ott. A téglagyűjtő szenvedély nem köthető se nemhez, se pedig korosztályhoz. Az építő eszköz sokakat magával ragad. Férfiak, nők vegyesen, persze nők viszonylag kevesebben, de vannak most már egyre több női tagunk is van az egyesületben. Ugyanúgy járnak a szülész, nőgyógyásztól a vadász, bármilyen érdekeltségű ember. Ha téglakupacot lát, teljesen mindegy, hogy milyen ruhában van, öltönyben vagy nyakkendőben, a téglakupacnál fék, megnézzük, megforgatjuk, és ha olyan csomagtartó. Van egy kedvenc téglám, az egy pont egy Tamási tégla. Egy ismerősöm szólt, hogy van egy téglája, Tamási tétés, hát mondom, olyan van rengeteg. Azt mondja, ilyened nincs. Jó, elmentem, megnéztem, és hát egy kisgyerek lábnyom van benne. És hát mikor megláttam, ezt leleműteszem addig, amíg haza nem érek most már, és azóta az a kedvenc téglám. A jelzés alapján lehet következtetni, hogy hol készült, az alapján, ha szerencsénk van, be tudjuk azonosítani. Készültek különböző fajták, hogy kúttégla például, vagy valamilyen más különleges térre ék alakú tégla, vagy padlásburkolásra négyzet alakú tégla, és akkor azt jelölték, valaki évszámmal, a gyártóra tette a nevét, szóval
próbáltak meg beazonosíthatóvá tenni, hogy ki hol gyártotta a téglát. Nagyon mellékelt szakmája volt a világnak, mert azért kemény munka volt, és hát szeretnénk nekik emléket állítani, hogy ne vesszen a feledés homályában, mert hát egyre kevesebb ilyen tégla kerül elő, ledarálják, tönkre megy, szétfagy, és ha mi nem mentenénk meg, akkor nem maradna meg az utókor számára. A téglák egyelőre kupacokban állnak, de előfordult már, hogy a nagy közönség is láthatta a gyűjtemény egy részét. Az udvarunkban volt egy, ott körülbelül 1000 téglát állítottam ki. Regőjben volt egy kisebb, egy falu alkalmából, ott körülbelül 200 téglát állítottam ki, de az egyesület tagjainak szert az országban szinte minden évben van 8-10-15 kiállítása. Nagyon sok kisebb rendezvényen, akár falunapon egy-két állványjal kipakolnak, és megmutatják, hogy mi is a gyűjtésünknek a lényege. Mindenki meglepődik, hogy nem is gondoltam volna, hogy ennyiféle fajta van, hogy ilyen mindent megörökítettek annak én a téglán. A szimbólumoktól kezdve a vallási hovatartozás, mindenfélét. Címer, az mindenképpen, a szív minta, a szívben virág például, vagy zászló, vagy hát nem is tudom, mit mondjak még hirtelen. Vallási motivumok, például kereszt, az nagyon sok téglán van, és mellette évszámmal, vagy a gyártó nevével, például a győri várkapitányok mindenki saját nevével, monogramjával készített téglát, és ott rengeteg van, rengeteg. Minden évben, ha változott a rangja, az is fel volt esetleg tüntetve a téglán. Tamás hőnáított vágya, hogy méltó helyet találjon a gyűjteménynek, ahol mások is gyönyörködhetnek a mára már közel 5000 darabos tégla gyűjteményében. Emellett szeretné, ha egyszer bekerülhetne a tamási értéktárba, ez a múltat megőrző kollekció. A következő percekben számos tájra repítjük el önöket, persze csak akkor, ha jó a képzelő erejük. Hiszen valljuk be, ha festményeket nézegetünk, megeshet, hogy az ember annyira belemélyed a vászonra vitt tájba, hogy már-már úgy érzi, ő maga is részese a kompozíciónak. Főként az erdélyi millió az, ami dominál a Tamásiban látható kiállítás darabjai között, de a helyi erdő egy-egy részlete is megelevenedik, és amire egész télen oly sokan vártunk, a gyönyörű mezei csokrok, mindez persze megfestve. A kiállító hölgy találó címet adott kiállításának, de mutatom a részleteket. A Tamási Művelődési Központ folyosó galériáján egy új időszaki kiállítást láthatnak az érdeklődők. Tükör a múltba 60 címet viseli az amatőr alkotónő tárlata, akinél nem új keletű ez a szenvedély. Már gyermekkoromban elhatároztam, vagy szerettem volna festő lenni, vagy költő, mikor itt Tamásiban kiültem az öreghenyei dombtetőre, és csodálkoztam, gyönyörködtem ebben a gyönyörű tájban, amit körülvesz bennünket, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék valamit alkotni, visszaadni ebből a csodából, ami itt körülvesz. Rengeteget csavarogtam az erdőben, tehát én gyermekkoromban bevetettem magam az erdőbe, és órák múlva kerültem elő, és ismertem minden füvet, bogarat, és ez számomra mindig egy csoda volt, ha felfedeztem valami új növényt, virágot. Aztán később már határozókkal jártam az erdőt, hogy mindennek tudjam a nevét, és ez már akkor kezdődött, hogy felfedezzem a teremtett világunkat. És aztán az iskolába kerülve kezdtem inkább többet foglalkozni a festészettel, rajzolással. Ott kezdődött csak, hogy az osztálynaplót Répás Etelka néni engem bízott meg vele, hogy én rajzoljam meg mindig az élményeinket. És aztán később a gimnáziumban már odafigyelő tanárokkal találkoztam, és legfőképpen a főiskolán, a Kecskeméti főiskolán, ahol Báron László, Szapanos István szárnyai alatt tanulgattam. És aztán végeztem az iskolával, férjhez mentem, és férjem katona lett, én pedig úgy gondoltam, hogy a gyermeknevelés mellett, az első fiam mellett, akkor én festegetek, és akkor fogtam először olajfestéket a kezembe, és akkor festettem meg az első olajképemet. Hát ez olyan 30-valahány éve volt. Az évek alatt pedig gyűltek a természetet ábrázoló csodás alkotások, melyeket most a nagy érdemű is megtekinthet. Az egyik csodás világom Erdély, Székelyföld, amit úgy érzem, hogy a képeim által
újra megszerzünk, vagy bemutathatok a közönségnek. Aztán Velence volt még a nagy álmom, nem tudom, hogy miért. Egyszer lánykoromban volt egy Berki Viola posztert a falamon, ami Velencét ábrázolta, és akkor úgy megfogadtam, hogy egyszer eljutok Velencébe, és hát sikerült többször még a kórussal, annak idején a Tamási kórussal, és aztán már így a barátnőimmel is eljutottunk később Velencébe. Gyakran megfestettem a gondolataimat is, de az elég szürreális lett, és így inkább a versben vagy a költészetben fejezem ki a saját gondolataimat, vagy kivetülését az érzelmeimnek. A tájképek pedig szintén megérintenek, tehát valamit plenerben, kint a természetben festek meg, de valamit ott elkészítem a fotót, és aztán otthon nyugodtabb körülmények között, mert megpróbáltam többször, de valahogy a természet nem fogadott be, tehát vagy a szúnyogok csíptek agyon, vagy a méhecskék leptek meg, tehát inkább nyugodt körülmények között festek. A kiállítás válogatott darabokból állt össze, ami csak egy töredéke a sokoldalú alkotó munkáinak. A kiállításom címe is Tükör a múltba, 60. Ez sejteti, hogy milyen kort éltem meg, és hát az alatt, az évek alatt készített festményeket hoztam el. Persze nem mindet, és a kis plasztikáimat sem tudtam most bemutatni, de remélem lesz majd még arra is lehetőség, hogy a kis szobrokat is elhozzam egyszer, és egyszer majd egy életmű kiállítást is összehozzak, mert nincs az összes képem itt kiállítva. De hát remélem, hogy egy kis betekintést nyújt a közönségnek, hogy mit alkottam eddig, és hát, hogy szeretettel nyújtom az embereknek, amit tudok adni. Az ember leszületik a földre, és kap egy csomó ajándékot. Hibás lennék, hogyha nem tudnám ezt kibontakoztatni, vagy továbbvinni, és hát a gyerekeknek is átadni a hivatásomban, hogy szeressék a gyerekek is a szépet, lássák meg az apró kis szépségeket, csodákat, már annyiszor mondtam, és hogy nem a Barbie babák, vagy az anyagiakban kell megkeresni a gyerekeknek sem az örömöt, vagy a szépet, hanem ami ott a fűben lakozik, vagy körülöttünk a kicsi világunkban. Ez a sok rejtőzködő csoda elevenedik meg Kati alkotásain, amit a következő hetekben bárki megtekinthet a Művelődési Központ nyitvatartási idejében. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!